Gyors tűzoltás az egyéni vállalkozók számára a katás adózás felfüggesztése, de az egyéb járulékok miatt kicsi az esély arra, hogy ez valóban megmenti majd a vállalkozásokat. Orbán Viktor március 23-án hétfőn jelentette be, hogy a taxisok után további 81.480 kisvállalkozásnak adnak mentességet a katai járulék fizetés alól. 2020 március és június hónapokra, tehát 4 hónapra vonatkozóan elengedi a kormány a katafizetési kötelezettséget. Hogy mely ágazatokról van szó, az is nagyjából már talán ismert. A legkiszolgáltatottabb tevékenységek kerültek bele a kormányrendeletben, tehát főleg turizmus, vendéglátás. Két intézkedésről van szó, 4 hónap elengedése március-júniusra, ez ugye 200.000 forintot jelenthet megtakarításban, illetve esetleg emelt összegű kata megfizetése esetén 300.000 forint összeget, a másik intézkedés pedig a március 1 előtti tartozások elhalasztása. Ebben az adózási formában havonta 50.000 forintot fizetnek az egyéni vállalkozók, így jön ki 4 hónap alatt a 200.000 forint megtakarítás. Többek között víz, gáz, fűtésszerelők, villanyszerelők, vendéglátásban dolgozók, fodrászok kapnak mentességet. Sophie ez utóbbi szakmában dolgozik, neki van némi tartaléka, de a most kapott összesen 200.000 forintos kedvezmény mellett is kérdéses, hogy ki tudja-e húzni a krízis végéig, ugyanis a teljes keresete megszűnt. Nem számoltam össze, és nem is fájdítanám ezzel a szívemet. Biztosan, hogy sok, hiszen nekem ez a megélhetési formám, ebből fizetek minden. Inkább ki se számoltam. Például a bérleti díj alon, a bérleti díja, a rezsi, élelmiszer, egyebek, minden, ami kell. Nagyon rezeg a lét. Én csak abba tudok bízni, hogy minél hamarabb lefolyik ez az egész, és lezárul, és minden visszaáll a rendes kerékvágásba, és tudunk dolgozni. A taxisoknak még van egy-egy utasuk, de csupán az utóbbi 1-2 hétben 95%-kal csökkent az utas számuk, így a bevételük is. Miután a vállalkozás megy tovább, ugyanúgy majd a műszaki vizsgát meg kell csinálni az autón, ugye, ami évente van, a BKK engedélyt újra meg kell újítani, az is évente van. Tehát még hogyha áll az autó, ezt akkor is kénytelenek vagyunk fizetni. És nekünk szerencsénk van, mert én olyan társaságnál vagyok, ahol nincsen tagdíj, hanem csak a teljesített fuvarok után fizetünk százalékot, de a legtöbb társaságnál tagdíj van. És igaz, hogy levitték ott is körülbelül a felére, de hát azt is ki kell fizetni. Vannak közösségi oldalakon taxis csoportok, és ott azért már bizony kezdik el adogatni az autókat. Az egy dolog, hogy szinte reménytelen, hogy most ez bárki is megvegye, de bizony már kezdik hirdetgetni. Akik biztos, hogy sokan nem fogják tudni kihúzni. A jó hír, hogy ezt az összeget nem kell később befizetniük, de akik most váltanának a katás adózásra, azok már nem tudnak élni ezzel a kedvezménnyel. Fontos tudni, hogy csak azok vehetik igénybe ezt az adókedvezményt, akik már 2020. február hónapban is katta adóalanyok voltak, tehát nem érdemes most gyorsan átjelentkezni a katta alá, mert ebben az esetben nem vehető igénybe a kedvezmény. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy várhatóan további ágazatokra is kiterjesztik majd a kedvezményeket.